Szikrázó tavaszi napsütésben érkeznek középiskolások az anyaországi Abáról a festői szépségű Újvidékre. Az Attila Király Gimnázium tanulói a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának keretében ismerkednek meg Délvidék varázslatos tájaival. Hová máshová is vezetne első útjuk, mint Újvidék boldog békeidőket idéző belvárosába. Itt vagyunk Újvidék főterén, láthatjátok, gyönyörű szép. Újvidék főterének ékessége a neogótikus stílusban épült Mária neve templom. Az elmaradhatatlan csoportkép után a diákok belülről is megcsodálják a katolikus istenházát, melynek berendezése a magyar múltról tanúskodik. A délvidéki magyar történelem és kultúra ismerete fontos az anyaországi diákok számára. Ezek a gyermekek aztán nem fogják megkérdezni, hogy te hol tanultál meg ilyen jól magyarul, hogyha egyszer majd lesz egy határon túli munkatársuk. Többek között ezért is nagyon fontos, illetve a magyar-magyar kapcsolat erősítése, ez az elsődleges. A középiskolások folytatják útjukat a Szerémség hófötte tájaira, ahol a Tarcalhegység lankáit barangolják be. Innen jöttünk, itt vagyunk, és ide megyünk. A több mint 8 kilométeres körtúra java még hátra van, de a diákok kitartóan mennek tovább a havas, saras úton, míg nem egy apró faluba érnek. Történelmi hazánk tájainak megismerése elengedhetetlen a diákok szilárd nemzettudatának kialakításához. Hogy legyen magyar identitása valakinek, hogyha nem ismeri a Kárpát hazát? Ugyanis a Kárpát-medence az a magyarságnak az hazája, és szerintem muszáj, hogy mindenki tudja, hogy hova tartozik. Tehát fontos a hovatartozás, és nem csak a csonka Magyarország fontos, hanem a teljes Magyarország. És így gyakorlatilag úgy nőnek föl, hogyha találkoznak mondjuk egy délvidéki magyarral, akkor véletlenül se fogják szervnek nevezni. A diákok között van, aki mélyebben átérzi ennek jelentőségét. Boróka egy másik elszakított országrészből, Párciumból érkezett Délvidékre. Mindenképpen jó érzés, hogy annak ellenére, hogy én is egy leszakadt, Nagy Magyarországból leszakadt részről jöttem, eljöhetek más helyre is, és megnézhetem, hogy máshol milyenek ezek a körülmények. Mert nem feltétlenül ugyanolyanok, mint amiben mondjuk én élek otthon. Rövid pihenő után a diákok indulnak is tovább. A kirándulás utolsó állomása az Újvidékkel szomszédos Pétervárodvára, amely hosszú évszázadokon át katonai célokat szolgált. Például az 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó bástyája volt, de sok más apró nevezetessége is van. Itt láthatjuk, illetve láthatjátok mögöttetek a fordított vagy a részeges órát. Az óra különlegessége, hogy az órákat a nagy, míg a perceket a kismutató mutatja. Ilyen érdekességeket is hallhattak a diákok Pétervárodon. A kirándulás kettős érzéseket keltett a diákokban és a tanárokban egyaránt. Közösséggel jönni mindig nagyobb élmény, ugye egyedül vagy szülőkkel, mert együtt egy jó kedvel tudjuk szemlélni az itt történt dolgokat, és hát pozitív élmény mindenképpen. Nagyon jó itt lenni. Ugyanakkor van egy, tehát ez ilyen kettős érzés, mert a barátok miatt nagyon jó itt lenni, és nagyon szívesen jövünk. A másik meg, hogy hát azért itt történtek olyan történelmi események, ami nagyon szomorú, és ezeket, ez pedig egy ilyen eléggé nehéz lelkileg elviselni, vagy felfogni ezeket a dolgokat. Úgyhogy, de Délvidék talán ezért is kell, hogy megismerjük. Honismeret és hazaszeretet. Ezek azok az alapvetések, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az anyaországi és az elszakított területeken élő magyarokat. A határon túli kirándulások megerősítik a felnövekvő generációt az egy nemzethez való tartozás érzésében, bárhol is éljenek a Kárpát-medencében. Olyan nagy kincs a hiteles székely népviselet, hogy már pályázattal is segítik készítését és beszerzését. Hamarosan megtudhatják, hogyan.